Az ágyelem is se jó, és a félkemény. Hát azért nem tudom, hogy részletesen milyen vörös létezik. A mienséget úgy értettem, hogy persze. Még mondtam is, hogy a Salmonban... Én nem csinálom. Hát nekem elég lesz a társasággal foglalkozni. Hát majd meggondolom magam, lehet, hogy csinálok én is közben. Nyomtatni fogok, hozok le direkt egy-egy lemez. A polírozás után következik a zsírtalanítás, tisztítás. Tisztítás után még hátra van a denaturált szesszel a zsírtalanítás. Tehát az alapozás első fázisa a melegítés. Fel kell melegíteni a lemezt. Ezek után alapozó kúpot helyezünk el a lemezen, egy keveset, mivel hogy a hengeren is látható, tehát hogy van rajta, fogja a lámpa. Közben hűl a lemez, újból melegítjük. Egyenletesen felviszem rá a viasz réteget. És amikor ez megvan, és most ezek után jön a gyertyázás. Mindjárt rá is. Egyenletesen a lemeznek a szélén kis körmozgásokkal végzem a füstölést, és haladok a közepe felé. És amikor ez megvan, élére állítom a lemezt, és úgy teszem le. Tehát a hideg tűnél, amikor nagyon be van karcolva a fővázza a tervnek, akkor utána organtüllel és higított ményomú festékkel bedörzsöljük a lemezt. Itt a dörzsölés. Körkörös mozgása. Bátorban is gyorsabban. De minden, nagyon is bedörzsölhető. Tehát a grafikai részkarc szerszámokat mutatok be, az egyik a karcoló tű, amivel a realtozott lemezre rajzolom fel a mintát, vagy amit ki akarok maradni. A következő egy rulettet mutatok, amelyeként különböző rasteres faktúrákat lehet elérni a lemeznél. Tehát ez egy hideg eljárás, amikor nincs alapozva a lemez. Annak van egy másik, egy ilyen maszek készítmény, és ezek után a hidegtű szerszámok között még kettőt bemutatok.
Az egyik egy hordolótű vagy egy sima tűt behelyezek egy nyílbe, és ezzel lehet felvázolni a rajzot, és utána sötétíteni, tehát a középszürkéket és a feketéket ezzel a madárműszerű rapidacéllal tésembe. Ezek utáni kettő szerszám van hátra, amit mutatnék. Az egyik a sáber. Hogyha valamit elrontok a lemezen, tehát olyan részen, amit ki szeretnék venni, akkor ennek az élével ki tudom sáberolni a lemezből. Egy kis laklenolajat kell ráönteni, és úgy kell levenni, és akkor utána jön a simítóvassal, el kell simítani egyenletesen a lemezt. Ezek után következik a madarás. Lemezeknél, tehát hogyha különböző típusú lemezekről van szó, mondjuk vörös rézlemez és a sárga rézlemez külön-külön kell maradni. Tehát a lemezeknek az összetétele teljesen más. Egy kicsit ragadt, de nem olyan részes. Jó. Ezek után lemosom. És még kell egy külön asztal, ami nincsen. Nem. Az asztalon semmit nem lehet csinálni itt a gépen. Jó a sav. Az azt jelenti, hogy akkor még 5 percet nem kell lennie. Tehát a sötétebb részen... Csak ne folyjon össze. Nem fog összefolyni. Közben a gőzöket fújom el. Lehet látni, hogy egy kicsit már füstöl. Olyankor mindig lemosom. Most lehet látni, hogy mennyire kivilágosodik. Tehát szélesíti és mélyíti is a vonalakat. És ez jobban elő tudom segíteni a madarást. Azért ezen is meg egy picit átmegyek, meg éppen, hogy csak egy gondolatni. Érezni? És akkor most lehet az a dolgot? Igen, lehet dolgosni. Igen. Nyomtatás előtt a következő fázis, hogy langyos vízre be kell áztatni a részkasznyomó papírokat. És körülbelül egy fél óráig kell áznia, és ezt követően le kell itatni itatos papírral. Tehát a nyomtatás előtt, amikor már eleget áztott a papír, leitatom. Most csak újságpapírra beitatok a papírcsolom. Ezek után jön a részkarcs befestékezés és a nyomtatás. De tiszta módban tudnál. Igazság szerint hengeret kellene behengerelni, de plusz hengerünk nincs. Közben a melegszik a gép, a rezsó. Ez pont elég lesz két nyomatra. Igen, meg közben is sokkal könnyebben tudom azt nyomtatni. De van festét, nem is ki kell venni, ki kell fekedni. Ugye? Tehát ez megvan. Nem baj. Melegszik, de csak éppen annyira melegítem meg, hogy kézzel meg tudjam fogni a felesleges festőket. Leveszem. Mivel most a hidegtű, tehát nem a maratásos eljárású nyomatot készítjük, ennél alapszabály, hogy kézzel kell letörölni. Tehát kézzel kell a felesleges festéket eltüntetni. Elnézve egy gépparára dolgom, de úgy látom, hogy jó.
Akkor már ráadtad, akkor már nem lehet kiszkálni, mert ez egyet csapból hallott. Jaj, Jeri, megkérdezj, hogy megcsinálj. Jó, jó, jó. Jöhet a következő. Most. Jó. Éppen egyenletesen. Nem, hogy elég a nyomás. A lámpát teljesen eltakarjuk. Kiért húzom, jó? Na, most van ide világítás, jó? Lehetem? Szép lassan veszem fel. Jaj, de szuper! Ági, ez nagyon jó lesz. És itt van a másik. Jó, de jó lesz. Itt rá kell húzni még a gépre, mert rá húzom. Köszönöm a lámpát. A következő alatt.